Sziasztok! A Dráva Csepei horgásztóra jöttünk féderezni, illetve én csak kamerázni fogok, Levi fog horgászni. Viszonylag új tóról van szó, 2014 óta üzemel a jelenlegi formájában. Nagyon jó halállományjal rendelkezik és nagyon jó természetes szaporulattal. A tógazda elmondása szerint minden évben sikeresen leívnak a pontyok, úgyhogy az ilyen 1-2 nyaras ponttól kezdve egészen az akár 7-8 kilós pontig akár mekkorát lehet fogni. Úgyhogy tényleg egy jó horgászat elé nézünk, de nem is húzom tovább a szót, nézzük meg, hogy mit csinál Levi. Sziasztok! Az előbb elkészítettem a botomat, kicsit előkészülöttem, dobáltam párat, hogy pontosan a túloldal elé tudjak horgászni egy pár méterrel. Kiakasztottam az orsó dobján található klipsbe a zsinort, hogy végig folyamatosan egy koncentrált helyre tudjak horgászni. És most bekeverném az etetőanyagot. Az etetőanyagban nem váltottam, ez ugyanaz a tesztegyes etetőanyag, amit az első részben láthattatok. Ott is nagyon szép halakat adott, megnézzük, hogy ezen a tavon mit tud. Ezt ízesítem a Boost gyúzok termékcsaládjának új tagjával, a pineapple-ös ízesítéssel, azaz ananászos ízzel. Az etetőanyag ízesítéséhez megfelelően választottam csalit, ami szintén ananászos ízesítésű. Most betöltöm a kosarat és kezdődött a horgászat. Én általában úgy szoktam tölteni, hogy mindig teszek egy kis etetőanyagot a töltő aljára, erre helyezem rá a csalit, utána egy nagyobb adag etetőanyag, ezt egy kicsit lenyomkodom, és akkor a megfelelő állag az etetőanyag, ha egy határozott nyomásra, benne marad az etetőkosárban ilyen szépen. Az első drávai csepei pontjom nem a legnagyobbak közül való, de hát a jövő nemzedéke. Mint az elején már említettem, feletcsalival próbálkoztam, de arra nem jelentkezett kapás, föltettem egy két szem élőcsontit, és arra csábult el ez a kis szép ponty, de engedjük is vissza. Folyamatosan, szinte megállás nélkül, épp majd bedobom, ki se oldódik szinte az etetőanyag a kosárból, már húzzák ezek az egész pici apró testű pontyok. Közben gyorsan megszákolom, mert itt van már a partnám, de nagyon örülök neki, mert nem kárászokat fogok, és nagyon szép egészségesek. De hát ezek is a picikék ugyanúgy megérdemlik a törődést, és a kíméletes bánásmódot. Ez is most egy egész apró pici méretű ponty, de nem baj, nagyon élvezetes a peca, nagyon örülök neki. Ez még talán tavalyi ívásból. A sok kis ponty után szeretnék most már nagyobbakat is fogni, ezért gyertek, csalizunk gyorsan, ne húzzuk tovább az időt. Csalizás előtt szeretnék pár szót mondani az előkémről. Én előnyben részesítem a fonott előkezsinort, ez most egy 10 librás fonott előkezsinor, vékony, de mégis nagyon strakabíró, illetve csalitűskés szereléket használok. Az előbb említettem, hogy szeretnék már nagyobb halat fogni, ezért fölteszek egy corn poppers, oldódó corn poppers boilit, fehér bors és kukorica ízesítésben. Ha beleszagolunk a tégelybe, egy nagyon kukoricás
kicsit, mintha édeskés illatot éreznénk. Ugye a kukoricának megvan ez a jellegzetes kukoricás édeskés illata, de mégis, hogyha tovább szaglásszuk, akkor előjön a fehér bors, és egy nagyon fűszeres illatot érzünk utána. Ezt fogom most bejutatni. Úgy vettem észre, hogy inkább a fehér szín működik, inkább a fehér csontikat is húzták, amikor színeset tettem föl, annyira nem volt arra kapás, pedig ugyanúgy csonti, ugyanúgy élőcsali. Hát ha a fehér bojli beválik és egy nagyobb pontja elcsábul. Hihetetlen, alig, hogy bedobtam, fölcsaliztam, Dani elment vágóképezni, és már el is húzta, egy jobbnak ígérkező hal. Csali mellé raktam egy kis ananászos boost juice-t, és úgy néz ki, meg is lett az eredménye. Nagyon szép kis ponty. Csalit azt elvitte, megette, ízlett neki. Mi meg örülünk, hogy jött. Nagyon szép kis hal. Tényleg nagyobb, mint az előzőek. És érdekes, hogy ebben a tóban az összes ponty, amit fogtam, az ilyen hosszúkás nyurgatestű ponty. Nekem személy szerint ezek a pontyok a kedvenceim, nagyon szépek. Méltó ellenfél volt, engedjük vissza. Dani elment a túloldalra videózni, dobást fölvenni, és még vissza se ért. Gyorsan kiabáltam neki, hogy kapásom van. Úgy néz ki, hogy ez az utolsó halam mára. Nagyon jó napot zártunk. Sok szép kis pontyot fogtam. Élmény volt a fárasztásuk, élmény volt itt lenni. Jó látni, hogy ilyen egészségben örvendenek ezek a halak. Ugye ennek a videósorozatnak a célja, hogy együtt tapasztaljunk, és hogy együtt tanuljunk, meg különböző vízterületeken, különböző technikákkal horgászni. Féderbottal. Ugye hát itt most bebizonyult, hogy nagyon le kellett finomítani a szerelést, hogy ezeket a gyönyörű szép kis pontyokat meg tudjuk fogni. Tényleg már szinte lehellett finom szerelékkel kellett horgásznom az elején. Utána föltehettem a nagyobb csalikat. Erre jöttek ezek a nagyobb méretű pontyok. De a videósorozaton kívül voltam már többször is horgászni, nagyon megtetszett a féderezés, és nagyon jó, nagyon szép halakat fogtam. Nagyon jó tapasztalatszerzést nyújtott, például a pünkösdi hétvégén a 4 napos horgászatunk, ahol nagyon-nagyon szép halakat fogtam, köztük egy 15 kilós amúrt és egy 10 kiló 20 dekás pontyot. Egyre jobban kitapasztalom, hogy kell féderbottal fárasztani. Úgy gondolom, hogy
a jól beállított fék és a türelem az csodákra képes. Az előző részben egész napot horgáztam, most csak 5 órát voltam itt. 5 óra alatt sikerült fognom 10-12 darab halat, aminek nagyon örülök, nagyon szép kis halak voltak. A következő pecát szintén egész naposra tervezem majd. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!